1999-ben alakult meg az Egyesület, a bíróság 2000-ben jegyezte be, és onnan működik. Gyakorlatilag az Egyesületnek a fő tevékenysége az az egész életre kiterjedő tanulásnak a kiszélesítése. Gyakorlatilag nagyon divatos szó ez a lifelong learning, ezt már gyakorolja az Egyesületünk több mint 20 éve, és ernyő szervezetként működik az Egyesületünk. Tagszervezeteink vannak Kölesden, Pusztahentsén, Németkéren, Bogyiszlón, Pakson, Mözsön. Ami a fő profilunk, az pedig az, hogy az őszi-téli időszakban tavaszig ismeretterjesztő előadásokat tartanak a csoportjaink. Változatos témában az előadások között vannak ismeretterjesztő előadások, úti beszámolók, egészséghez kapcsolódó előadások, irodalom, történelem, tehát tényleg nagyon-nagyon sokszínű előadásokat tudunk tartani. És hát mi ezt erősítjük, hogy az iskolapadból kikerülve nem fejeződik be a tanulás, és mi nem is a tanulást hangsúlyozzuk, általában a csoporttagjaink idősebb korosztályhoz tartozik, a nyugdíjas korosztályhoz. Egy-egy érdekes témát úgy feldolgozni, vagy úgy bemutatni, hogy abból ők végül is tanulnak, de ezt a tanulási részt ők észre se veszik, mert egy új ismeretszerzésre irányul az egész tevékenység. Annélkül, hogy mi ezt olyan nagyon kihangsúlyoznánk, a közösségépítés az nagyon fontos. Mivel idősebb korosztály a tagságunk, nagyon sok idős ember van egyedül otthon. És én úgy gondolom, hogyha a megnövekedett szabad idejéből, hogyha csak hetente, havonta egy-másfél órát arra tölt, hogy nem a tévé előtt ül, hanem eljön egy közösségbe, és ott még jól is érzi magát, akkor szerintem már nyert van. Nagyon-nagyon nagy meglepetéssel fogadtam, egyáltalán nem számítottunk rá, és hát szeretném is megköszönni itt most annak a személynek, illetve a Kulturális Bizottságnak, aki méltónak tartott ránk bennünket arra, hogy ezt a díjat adományozzák nekünk. Hát a jövőben is próbáljuk majd megszolgálni, hogy méltóak legyünk ennek a díjnak a használatára.